Székesfehérváron évente mintegy 3500 parkolóbérletet váltanak a városlakók. A bérletek cseréjéről érdemes időben gondoskodni, hiszen februártól már csak a 2012-es évre érvényes parkolóbérleteket fogadják el a parkolóőrök. Dózsa János is rendszeres lakossági bérletvásárló, mint mondja, egyszerűbb így megállni a városban. Minden évben, mert egyszerű és praktikus, meg nem kell rettegni a parkolóőröktől. A lakossági, illetve kedvezményes bérletek belépőkártyák kiadásához a jogosultságot igazoló okmányok bemutatása szükséges, így ezekről sem szabad megfeledkezni a bérletvásárlóknak. A bérletek kiváltásának rendje nem változik, tehát gyakorlatilag a lakossági bérletek az ugyanolyan feltételekkel válthatóak ki, tehát lakásonként kettő. Fontos itt megjegyezni, hogy a lakcímkártya, illetve a forgalmi engedély bemutatása az szükséges. A fehérváriak egyébként 5%-os emelkedésre számíthatnak. Lakásonként két bérletet lehet váltani, darabonként 770 forintért. A Mátyás Király körútra az éves bérlet ára 12 000 forintba kerül, míg a teljes hármas övezetre, amivel az Icsiligetnél és a Skálánál is lehet parkolni, 2012-ben 22 000 forintot kell fizetni. A megrongálódott bérlet cseréje vagy rendszámváltozás miatt szükséges csere esetén kezelési költséget kell fizetni. A kezelési költség lakossági és kedvezményes bérlet esetén 500, még a többi bérlet esetében 1000 forint. Az egyes övezetekre vonatkozó díjszabásokról és további részletekről a Fehérvár Televízió honlapjáról is tájékozódhatnak.